Második fontos cél, hogy mi nem kerülhetünk azon országok közé, azon európai országok közé, amelyek a gazdasági teljesítménye 23-ban kisebb lesz, mint 22-ben volt. Ezt hívják recessziónak. Tehát Magyarországnak növekednie kell a 23-as évben is. Így is terveztük a költségvetést, másfél százalékos növekedésre. És erről ritkán beszélünk, de fontos megemlíteni, hogy bár választási év volt, meg energiaválság év volt 22-ben, de 22-ben mi az előző évhez képest a költségvetési hiányt is csökkentettük, meg az államadóságot is.